Borbás Ági több mint 2 évvel ezelőtt elhatározta, hogy meg szeretné valósítani álmát. Akkor szembesült azzal, hogy mint magánszemély nem tudja véghez vinni tervét, azonban segítő személyekre talált, akik, ha kellett, pályázatírásban vették ki a részüket, és létrehozták a hétköznapi hősnők alapítványt. Szépen lassan az álomból valóság lett. Először egy kisebb helyiséget bérelve alakult ki a motyó és adománybolt, majd átköltöztek a Hunyadi utca 2 szám alá. Borbás Ági megosztotta, mi motiválta és mi indította el ezen az úton. Nyilván mindenki tapasztalja, hogy a háztartásán belül mennyi olyan dolog felszaporodik, amit vagy használ, vagy nem, vagy esetleg a szekrény mélyén lapul, és rájön, hogy ezt már 2 éve nem használta, és nyilván ez a mi háztartásunkban is így volt, és akkor ezt egy kicsit tovább gondolva az újrahasznosítás jegyébe, meg nyilván ugye aki ismer engem, tudja, hogy előtt a Vöröskeresztnél dolgoztam, és ott azért szembesültem olyan sorsokkal, hogy nyilván tudom, hogy mennyi minden tud segítséget nyújtani, és akkor egy kicsit tovább gondolva tulajdonképpen így alakult meg az adománybolt. Interjú alanyunk arra is kitért, hogy milyen elven működik az adománybolt, milyen szempontok alapján adhatják le a segítő szándékú emberek az otthonukban már nem használ dolgokat. Tulajdonképpen mindent olyat fogadunk, ami a háztartásokban előfordul. Egyetlen egy kritérium van, hogy én elektromos hálózatról működő dolgokat nem szoktam elfogadni. Nyilván nem abban nem bízom, ami ide érkezik, hanem hogyha esetleg olyan hálózatra kerül ki, akkor nehogy az legyen, hogy a motyóboltba vettük pár száz forintért, és akkor esetleg bonyodalmat okoz az ottani háztartásba. Egyébként a ruházatra, a cipőre, játékokra pedig az a igazából követelmény, ha így lehet fogalmazni, hogy nyilván tiszta állapotba érkezzen, és hát olyan állapotba, amit esetleg, hogyha az illető ő kapná, akkor szívesen fogadná. Ugye nálunk jelképes összegért lehet bizonyos dolgokat megvásárolni, illetve egy kicsit a családsegítő szolgálat szerepét is betöltjük. Hozzátette, a térségben lévő polgármesterekkel is jó kapcsolatot ápol, ahova szintén juttat el ruhákat, és így ingyenes osztásokat tudnak szervezni. Szó esett arról is, hogy a bevételt a hétköznapi hősnők alapítvány jótékony célra fordítja. Akik nyomon követik a munkásságunkat, látják, hogy a heti betevő önkénteseinek a munkáját is folyamatosan segítjük tartós élelmiszerrel, illetve oda is szoktunk ruházatot, cipőt, játékot elküldeni. Illetve a másik helyen is így volt, itt is már jó néhány hónapja az üzlet előtt ingyenesen elvihető ruhadarabok vannak elhelyezve, ami nyitva tartás időben bárki számára elérhető. Stábunk ellátogatott a 2 éves ünnep kapcsán a boltba, ahol egy jó hangulatú délután szerveztek. A gyermekekre arcfestés várt, míg a szüleik szét tudtak nézni a bolt kínálatában, volt olyan is, aki élelmiszeradományt hozott. Borbás Ági továbbra is azon dolgozik, hogy minél több családnak tudjon segíteni, és támogassa a gyűjtéssel a civil szervezeteket.